itt egy ismerkedésről van szó, itt az első randinak a helye. Jön a zenész, leülnek a hangszerre, lehisznak egy pohár bort, és ha minden jól sikerül, akkor van egy második randi. Ez minden évben egyszer van, de ez így úgymond bőven elég, mert a hegedűkészítők nagy része itt Magyarországon javításokkal is foglalkozik, tehát nem mindig tudunk egy produktummal előállni, viszont valamikor többel is. Én nagyon fontosnak tartom a mai hegedűkészítőknek a megismerését, meg egyáltalán a támogatását, hiszen ezeknek a régi hangszereknek azért van egy limitált száma, és szerintem nagyon fontos az utánpótlás is. Leginkább ezt a viszonyt egy hölgy és a nőgyógyásza közötti viszonyra, vagy mondjuk a fogorvos és egy valakinek a... Szóval ez majdnem azt mondom, hogy abszolút bizalmi kérdés. Az egyik az egyikre esküszik, a másikra esküszik, a harmadik az a harmadikra, és ezt nem bírja. Tehát ez nagyon egyéni. Ezeknek mindig van egy hangulata, meg egy illata egyébként az ilyen hegedű műhelyeknek. Régebbi hangszereimet egy angol idős bácsitól kaptam, és neki nagyon sok hegedűje volt, nagyon sok régi hegedűje volt, és elképesztően nagy becsben tartotta őket. És nagyon izgalmas volt mindig, ahogy előpakolta ezeket a hangszereket, és mindegyiket megmutatta, és tehát érződött, hogy minden egyes hangszerhez külön kapcsolata van. Ahogy a kiállítás bemutatja azt, hogy igenis van minőség, volt minőség. A két szakma úgy játszik, úgy táncol egymással kéz a kézbe, hogy igazából nincsen olyan magyar ünnepség vagy esemény hegedű és bor nélkül. Így a kettőnek a párosítása tökéletes helyet kap, hála a fonónak. Itt a házban több teremben lehet hangszert próbálni, többféle bort lehet megkóstolni. Abszolút úgy bíráltak, mint a profi bírálók, tehát a 100 pontos rendszerben az OIV által leírt módon, és a legtöbb pontszámot kapott bor lett tulajdonképpen a legelső, és így lett a mi borunk. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon profi szervezéssel, és hát főleg így azt mondom, hogy itt elsőnek lenni, hát ez a legnagyobb öröm számomra. Így nézhetett ki, hogy egy sokkal kötetlenebb, lazább jellege volt, gondoljunk csak a szalonokra, ugye, ami a 19. században egy jellemző koncerthelyszín volt, főúri szalonokban adtak nagyon gyakran hangversenyeket, és ott abszolút lehetett közben bort iszogatni, vagy például mondjuk tudjuk, hogy Liszt Ferenc úgy adta a szóló zongora estjeit is, hogy eljátszott két darabot, aztán lement és a közönséggel beszélgetett, megívott velük egy pohárbort, aztán visszament és megint játszott valamit. És ezek a hagyományok abszolút éltek a 20. század elejéig nagyjából, ezt elmondhatjuk. Ez nem feltétlenül van úgy kőbevés, hogy csak egy régi hangszer tud teljesíteni. Igenis tud egy új hangszer teljesíteni. És hogyha egy fiatal zenészről van szó, mind a ketten nőni akarnak, fejlődni akarnak. Az új hangszer fogja majd későbbiekben leginkább képviselni a zenész valódi énjét. Igenis, kell, hogy közösen nőjenek, fejlődjenek. Kell, hogy megismerje a zenész azt a hangszert, de viszont első pillanatok kezdve kell, hogy lássa benne azt a fantáziát, amit majd későbbiekben majd remélhetően megmutatkozik.